Üdvözlöm, Júlia! A tökéletes látást keresi? Akkor jöjjön velem egy rövid útra. Először a lencséje típusát kell kiválasztanunk. Kezdjük az egyfókuszú lencsékkel. A szállodákhoz hasonlóan ezeket is csillagokkal jelöljük. Először is vannak egyszerű, szférikus lencséink, melyek torzítanak és a viselő szemeit nagyobbnak mutatják. Azután vannak aszférikus lencsék, melyek szinte alig torzítanak. És végül vannak személyre szabott aszférikus lencsék. Ezek a felső kategóriás lencsék torzítás nélküli, optimális látást tesznek lehetővé, és egyszerre nagyon vékonyak és könnyűek is. Menjünk tovább! Minden bizonnyal hallott már a progresszív lencsékről. Vannak klasszikus progresszívek, melyek lehetővé teszik, hogy közeli szövegeket olvasson, és a távoli égboltot is tisztán lássa. Ugyanakkor nagy homályos részeik is vannak. Ezekkel ellentétben a modern progresszívek jobbak, de még mindig nem csúcs technológiásak. A fejlett progresszívek sokkal nagyobb területen nyújtanak tiszta és éles látást. De ez nem minden. A Zeiss személyre szabott progresszívjeivel a közeli zóna sokkal, de sokkal szélesebb, mivel egyéni paramétereit kimagasló precizitással vesszük figyelembe. Az eredmény tökéletes látás bármely távolságra. Mit ajánlunk még? Nézzük meg a következő lépésben. Most térjünk rá a műszaki dolgokra. A megfelelő alapanyagon múlik, hogy a szemüveg viselése mennyire kényelmes. Minél magasabb a dioptria, annál nehezebb és vastagabb a lencse. Próbálja ki ön is! A szokásos alapanyagból készült szemüveglencsék inkább vastagak és nehezek, megnyomják a viselő orrát. Nem túl kényelmesek, igaz? A modern szintetikus anyagoknak köszönhetően már lehetséges az üvegnél sokkal vékonyabb és jóval könnyebb lencséket is készíteni. Azonnal észleli a különbséget, igaz? Azért, mert a csúcs technológiás alapanyagból készült lencsék akár 40%-kal vékonyabbak és könnyebbek. És egy ilyen 5 csillagos megoldás nem csak jobban néz ki, de a lencse viselése is különleges élmény. Hihetetlen, mennyit számít a jó alapanyag, nem de? Irány a következő állomás. A Zeiss lencsék még jobbak lehetnek, ha választunk rájuk egy réteget is. Fújjon rá a virágra, és lássuk, mi történik. A jobb oldalon az antisztatikus réteg miatt csúszik le a pollen, ettől maradt tiszta a lencse. Ez pedig nagy előny, ha a tiszta látásról van szó. Ugyanez vonatkozik a nedvességre, például az esőre. A Zeiss vízlepergető rétegével látását még ezek a szituációk sem rontják. Nem minden zavaró tényező ennyire egyértelmű, ahogyan azt a baloldali nagyításban láthatja. A réteg nélküli lencséken idővel gyűlnek a karcok. De a Zeiss speciális karcolódás elleni rétege megoldást nyújt erre a problémára, hiszen minden karc kedvezőtlenül befolyásolja a látását. És a negyedik réteg, az antireflex réteg biztosítja, hogy szemeit nem takarják zavaró visszatükröződések. Amellett, hogy védi lencséit, a szemeit is védheti. Lássuk, hogyan! Szép napos időnk van, nem de? A megfelelő réteggel még a színtelen lencsék is 100%-os UV-védelmet biztosítanak. Még ennél is jobb a fényre sötétedő lencse a normál szemüvegben, hiszen kültérben automatikusan alkalmazkodik a változó fényviszonyokhoz. Ha rendszeresen és sok időt tölt erős napfényben, akkor a tökéletes választás a speciális napszemüveglencse, mivel a megfelelő színezéssel egyedi módon alkalmazkodhat az ön igényeihez. Legyen szó akár színekről is, lehetőségei szinte határtalanok. És a Zeiss még a nedves utakról és a vízfelületekről visszaverődő napfény okozta tükröződésekre is kínál megoldást. A csúcs technológiás polarizált lencsék, melyekkel hirtelen sokkal többet lát. Nos, Júlia, elérkeztünk utazásunk és a tökéletes látás keresésének végéhez.
Élvezze az élményt, ahogyan kiválasztja a személyre szabott precíziós lencséit. Zeiss optikusa örömmel ad tanácsot.